Na, sziasztok! Megint jelentkezek. Bemutatnék nektek valakit, Timát. Maradjunk így, Timát, aki elmesél nektek egy érdekes történetet, ami ő vele történt meg, és amit ő csinált végig. Tehát ami nagyon fontos, hogy ezt ő végig is csinálta, és amint látjátok, itt él is virul. Na. Sziasztok! Napol Témel vagyok, és 10 évvel ezelőtt H1N1 elleni oltóanyag sajnos egy év múlva bénulást eredményezett. Ami azért történt, mert kisebb kutatások után rájöttem, hogy mRNA-s típusú oltóanyag volt, és sajnos nálam a szervezet egy túlzott immunválaszt eredményezett. Ami azt jelenti, hogy a saját szervezetem ellen fordult az immunrendszerem. Ez azért van, mert az mRNA-s egy olyan manipulációt csinál tulajdonképpen a DNS-ünkkel, ami megváltoztatja a cipzárszerű DNS 2 spirált, szétnyitja, majd becsatlakozik egy messenger RNS, tehát egy egyszálú molekula, mondjuk így, becsatlakozik, és sajnos megbontja azt a bizonyos spirált, ami mindenért felelős. Tehát tulajdonképpen a DNS-eink, a tulajdonságok, a szemünk színétől kezdve bármilyen mozgás koordinációig mindent tartalmaz, és hát sajnos nálam egy nap alatt teljes bénuláshoz vezetett, ami azt jelenti, hogy én is lélegeztetőgépre kerültem, sajnos. Ez mikor volt? 10 évvel ezelőtt. De ez Budapesten? Budapesten, igen. Azért mondom ezt, mert azért mondj magadra egy pár szót, hogy jó. Azért te áttered hát a szüleidről, hogy te hol születtél, illetve én mauritiuszi származású vagyok, de édesanyám magyar. A mauritiuszi származás tulajdonképpen csak azért fontos ebben a témában, mert a H1N1 oltóanyag annak idején az indiánokat. Akkor te indián származású. Indián származású vagyok. És az indiánokat sértette, vagy hát hogy is mondjam, tulajdonképpen írtotta, mert a mexikói és egyéb más területeken szintén Guillain-Barré szindrómások lettek. És te merre laktad? Merre éltetek? A szülek? Szüleim már Franciaországban éltek. Nem is ez a lényeg, tehát hanem a származás, az, a származás, igen, tehát a vérem, a genetikám. És hát nem is tudom, mit mondjak, az összes gépre kerültem, egy nap alatt az összes gép. Lélegeztetőgép. Tehát nekem is citokin viharom volt. Én is átéltem azt, amitől most félünk, ugye, hogy a vírus... Amit az Alfred is mond mindig, igen, meg a Tamasi József is mindig van, mond. Tehát, hogy a vírus ugye citokin vihart okoz, de ez nem a vírus okozza, hanem egy messenger RNS. Ki tudja, hogy hogyan. Ugye ez valamiféle fémes dologgal függ össze. Tehát fém kell, hogy benne legyen. 10 éve. Jól értettek? 10 éve. Nem tévesztettük el a dátumot. 3 évig voltam maga tehetetlen. Sok idő volt, mire felépültem. Én azt mondom, hogy a hit a legfontosabb. A hit. Igen. Hinni abban, hogy bennünk van a megoldás. Hinni abban, hogy a bőjt segít. A bőjt. Amikor a szervezet mindent letesz azért, hogy dolgozzon. És dolgozik is. És meg is menti az embert. És ezt hogy csináltad? Hetekig nem ettem. Hetekig. És mit, csak vizet itt? Tápszert. Naponta egyszer. Egy 2 deciset. Akkor aztán tényleg bőjt volt. Teljes bőjt, igen. És akkor 3 hét után minden megindult, de hát sajnos az izomsorvadás már ugye életbe lépett, azt nem lehetett csak úgy visszahozni, úgyhogy tolókocsiba kerültem. Tehát a tolókocsiból vagy így, és futsz, szaladsz, és igen, így ilyen vidám vagy. Igen, vissza szeretem. Látjátok, nincs föladás. Igen, ennyi a kitartás. Kíváncsiság és kitartás. Szívből jön. Így van, szívből. Tehát a lélek tudja, hogy gyógyul. És gyógyulni akkor... képes, hogy önmagát gyógyítja. És ez 3 évig?
Három évig, igen. Látjátok, nem két perc, de nem szedtél be semmit. Hát én is szedtem azért D-vitamint, C-vitamint. De amit ajánlanak, azt nem? Nem. Igen. Ez de volt azért, ami fontos volt, tehát sok mindenre rájöttem az élő flórákkal. Uh-huh. Azért nagyon, tehát én nagyon fontos, jó, nagyon fontosnak találom a B1 vitamint. És ez a tiamin egyébként. Uh-huh. Én a saját nevem által kerestem egyébként mindent meg. A saját nevem által jöttem rá, hogy a T-sejtes immunválasz a hiba. A tíme, a név ugye elvezetett mindenhez. Mindenhez. A megoldáshoz is elvezetett. Ilyen a hit. A hit vezeti az embert. És engem elvezetett ahhoz, hogy mik a megoldások. A T-sejtnek ugye a növény. Tehát a növény az, ami vissza tudja adni azokat az energiákat, amire nekünk szükségünk milyen van. Milyen növényeket? Gyógynövényeket kezdtem el ugye kutatgatni, hogy a kölest beépítettem az étrendembe, mert szilícium tartalmú. Úgy tudtam, hogy a szilícium tartalom például kivezeti a fémeket a szervezetből. Tehát, és ez szerintem így is van, mert én bennem már nincsen semmi ártalom. Te húst eszel? Én már nem eszem húst se. Tehát én tudom. Tejterméket? Tejterméket még szoktam, a piacon vásároltat. De nagy olyat benne. Nem. Tehát én nem vásárolok a bevásárlóközpontokban. Én nem megyek bevásárlóközpontokban. Én nem adom a pénzemet már a hatalomnak. Én semmit. Tehát ők elvettek tőlem mindent, én is elveszem tőlük, amit esetleg én adhatnék. Például a pénzedet? Például a pénzemet. És igen. Az egészséget? Igen. Meg nem megyek szavazni se. Akkor te se észre se a pártokban, se a politikában. Nem. Se vallásokban. Nem. Vallásokban. Csak a teremtőre. Hát egy vallás van, a szeretet, nem? Tehát az nagyon összetart. Jó. Az egység, a szeretet. Ez a jó. Látjátok? Őt itt találtam. Véletlenek nincsenek, tehát valaki azt, hogy ez véletlen, nem véletlen, mert ez az egész összejövetése véletlen. De mindig azt szoktam mondani, hogy volt ez előbb egy napjelenség, fölöttünk volt a sólyom, és most megtaláltam Tímeát, aki elmondott nektek egy olyan dolgot, amiben most azt hiszem nagyon sok honfitársunk vastagon benne van. Tehát... Nem szabad oltatni. Nem szabad. Nem. Ez egy nagy ármány. Ez direkt az emberiség ellen van, csak most begyorsult a cselekmény egy sorozata. Tehát... Köszönöm neked, hogy ezt elmondtad így röviden, pedig ezt sokat tudnád egy év után. Igen. És 10 éve volt 3 évig. Igen. Azért az nem rövid. Igen. Tehát 7 éve vagyok egészséges, 5 éve pedig már futok, szaladok is. Nagyon jó. Hát azt hiszem, te nagy példát fogsz mutatni mindenkinek. És örülök, hogy megismertelek itt. Én is köszönöm szépen, úgyhogy én is örülök. Köszönjük neki, hogy elmondta, és majd még jelentkezek, ha úgy olyan dolgot szeretnék átadni nektek. Jó? Köszönöm nektek, sziasztok, áldásátok!